A 9. B informatikus osztály programozó órája zajlik a Tolna megyei szakképzési centrum Ady Endre Technikum okostantermében. A diákok készítettek egy programot, amely segítségével a drón mozgását tudják szabályozni. Csikós Istvánt már régóta érdekelte a programozás. Szekszárdra egészen egy szerb kisfaluból érkezett, hogy a Tolna megyei szakképzési centrum Ady Endre Technikumban és kollégiumban tanulhasson. A programozást egy hónapja tanulja, nem csak az iskola falain belül, otthon is gyakorolja azt. Programozós rendszerekben például Python készítettem külön programokat. A diákok úgynevezett projektoktatás keretein belül mélyednek el a programozás alapjaiban. Ez annyit jelent, hogy 4-5 héten keresztül dolgoznak egy adott feladaton, ez idő alatt megtervezik és megszervezik a munkamenetet. Így elméleti és szakmai elemek összekapcsolásával jön létre a végeredmény. A megújult szakképzési rendszernek éppen ez az egyik célja, hogy piacképes tudással rendelkező szakemberek kerüljenek ki az iskolapadból. Mindezt gyakorlatorientált képzéssel és az iskola modernizálásával új műszaki és informatikai eszközök beszerzésével érik el. Ezek közül az egyik fejlesztés az úgynevezett okostanterem kialakítása. Automatizálás, robotok, digitális technika, ipar 4.0, ezek mind olyan szavak, amik hívószavak lehetnek, és nem csak egy diák számára, és nem csak a szülő számára, hanem egy duális partner számára is. Tehát mi arra a kihívásra szeretnénk felkészülni, hogy a diák, aki nálunk tanul és hozzánk jelentkezik, és nálunk fog végezni, az használható szakmai tudással lépjen ki az életbe. Az új szakképzési rendszer az alanyi jogon járó ösztöndíjból, a gyakorlatorientált képzésről és az átjárhatóságról ismert. Az oktatás úgy került kialakításra, hogy a technikumot és a szakképzésen tanuló diákok ugyanazt a szakmai tartalmat kapják. Ez lehetővé teszi azt, hogy a tanuló a szakma kiválasztásánál akár iskolatípust válthasson.